ez a technika a fogszava. A fogszava formában így megy ki. Maga ez a pozíció, ez nagyon stabil tud lenni, nagyon fontos technika, kevesen használják. Igazából ahogy jön az ütés, beleteszed a kezed, és ugye ha beletartanád frontálisan, talán ő itt van a könyök, akkor azért ez megtol, de nem tudják rám tolni. Tehát van egy anatómiai pozíció, ennél jobban nem tudják rám tolni. Igazából amikor jön az ütésre, pláne hogyha kint hagyja, kicsit kilépek, a másik kézzel, ugye rögtön hozom fel buszokba, már lehet ráfogni, akár fejreütök, akár feszítek, akár a könnyék vannak, akkor meg is rántom le, itt már töröm vissza a csukóját, a könnyökét lehet a földre levinni. Jó? Ugyanez a fogszavú, de nézd meg a másik oldalra is. Belerakom a fogszavú, és innen már akár szúrással, akár ütéssel mert tudok tovább menni, akár ez a lerántás. Fontos, hogy a csuklóját megfogom, egy picit a középső és a mutató, vagy üvegújjal látok a csuklónál, ezt kicsit hátrahalítom, ezt pedig meghúzom a fogszavval, és lefelé a könnyék irányba, és nem a kezemet húzom, hanem itt és a könnyökömet rántom meg, ezt megtartom, és innen már bármilyen pozícióba lehet levinni, ami a végcélra. A fogszavot nagyon jól lehet használni köréves ütésre is, úgy, ahogy a táncolnál szembe fordulok, belerakom, egy nagyon laza kéztartás látszik, hogy az ujjak is kicsit mégis lebennek, vagy lebennek, ahogy belevédek. Jó, még egyszer. Meg lehet fogni. Nagyon fontos, hogy van még egy kezel, nem állok itt meg, hanem ahogy végtem, a másik kézzel megyek is nyakra, és innen tudom menni tovább rúgással. Ha belevéd a kezembe, akkor megy a rúgás, megy a rúgás, megy a rúgás. Ha ide lement, akkor még rálépek itt a bokájára. Ilyen már nem is semmilyen mozgást végezni. Jó? Köszönöm.